Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Eddig a múltnak szólt a hétlövetű, mostantól a jelennek. A Mesterlövészek közel 1000 arra érdemes filmalkotás után most a premiereket veszik célba. A hét mesterlövész legenda volt. Rádiós színházunk most bemutatja a folytatást. Most azok jönnek, amik mennek. Kezdődik a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 90.9 Jazzin. A Suburbicon című filmről fogunk beszélni a következő két órában, kedves hallgatók. Nyári Gáborral, Horváth Oszkárral és Puzsér Róberttel. A Jó, a rossz és a nézhetetlen című műsornak az aktuális kiadásában. Ez a film, ez a George Clooney-nak a filmje, Matt Damon-nak a főszereplésével, meg Julianne Moore-nak a főszereplésével. Egy olyan film, ami három különböző műfajból lett összevarva. És azt hiszem, a fő problémája is egyébként ez a filmnek, hogy három különböző műfaj, és nagyon különböző műfaj a filmdráma műfaja, fogalmazzunk így, inkább társadalmi dráma. Vagy igen, van benne az is, de van benne privát dráma is. Tehát van benne a... Van benne egy privát dráma, van benne egy bűnügyi dráma, tehát egy klasszikus krimi, van benne társadalmi dráma. És van benne egy ilyen kifejezetten Coen fivérekre jellemző fekete komédia. Egy szatíra. Igen. Ami általában a Coen fivéreknek a receptje, az mindig az, hogy valahol nagyon Amerikában, tehát a pizza belsejében, de nem a partvidéken, valahol nagyon Amerikában, nagyon amerikaiak, tehát véletlenül sem, nem tudom én, zsidók, vagy véletlenül sem latinók, vagy véletlenül sem feketék, hanem kifejezetten ezek a nagyon-nagyon amerikai fehér protestáns népek, ezek ott éldegélnek teljes unalomban, teljes tétlenségben, és egyszer csak valamelyikük elkezd hinni az amerikai álomban. És azáltal, hogy elkezd hinni az amerikai álomban, tudod, az a nagy ígérete az amerikai álomnak, hogy itt van tőled karnyújtásnyira, csak el kell ragadnod. És a kisember ki akar lépni abból az állapotból, abból a státuszból, ami valójában már maga az amerikai álom, a beteljesült amerikai álom, csak hogy ez a buktatója az amerikai álomnak, hogy amikor éppen benne vagy, sosem érzed álomnak, hiszen az ember mindenhez alkalmazkodik, akármennyire is álomszerű az életed, három nap után hozzászoksz, és a negyedik nap már egy álmot kergetsz, egy olyan álmot, ami nem a tiéd. Tehát, hogy valójában az amerikai álom soha el nem érhető, de ezt az amerikai kisember nem tudja, meg akarja ragadni az álmot, lévén nem tudja, hogy éppen benne ül, és belép a bűnvilágába. És itt a bűnvilágában kiderül, hogy ez az amerikai kisember, hát ide nincsen beavatva, nem való neki, és hogy ebben a világban ő csak rosszul, vagy még rosszabbul járhat. Szerintem a magyarázat megpróbál kimászni belőle, megpróbál ebből az ingoványból valahogy kikavarodni, de minél jobban kapálózik, annál jobban elsüllyed benne, és ennek a komédiája az, amit átélünk a film közben. Szerintem a felszínen tökéletesnek tűnő amerikai kisvárosi lét versus a mélyben megbújó bűnök filmes zsáner végtelenül elkoptatott. Én nem szeretem. És bevallom őszintén, hogy azért sem szerettem ezt a filmet, mert hogy ehhez a zsánerhez is nagyon közhelyesen nyúl. Én szerintem érdemes megvizsgálni ezt a közeget, illetve ezt a világot, ahol ez a film játszódik, ez az 50-es évek Amerikája, illetve a kertváros Amerikája. Vélhetően valahol a Biblia övezetben játszódik, mert a kertvárosi Amerika és a Biblia övezet nem teljes egészében ugyanaz, de van egy nagyon erős átfedés van a kettő között. És az 50-es évek hurra optimista világát, illetve az akkori televízió hurra optimista ízlését és világát, vagy világlátásának megfelelően ábrázolja ezt a közeget. Szerintem egyébként már ilyen ásítóan közhelyesen megunalmasan. Az a baj, hogy ez egy liberális politikai pamflet. Ettől irritáló. Attól irritáló, hogy olyan mélyen a baloldali kurzus s***ében játszódik az egész cselekmény, hogy jóformán nem lehet onnan kikaparni. Nem találunk benne semmi univerzálisan érvényes tartalmat.
tartalmat, mert minden ugyanarra a Hillary Clintonra, meg ugyanarra a tolerancia kultuszra vezet vissza. Lépjünk egyet vissza. Szerinted ez egy érvényes alapállás vagy alapvetés, ez az amerikai kertváros kontra amerikai álom kontra valóság és bűnök? Szerintem igen. Nem tudom, én ezt borzasztó gyanúsnak találom most már hosszabb ideje. Eleinte én is azt gondoltam erről, hogy ez egy magyarázata nem szoruló filmes zsáner, mert hogy ugye ez a középosztály Amerikája, ami szembe van állítva minden mással, ami nem a középosztály Amerikája, ahogy azt te is elmondtad, a nem tudom, a brooklyni zsidóval, vagy a harlemi feketével, vagy a mit tudom én, a San Franciscói melegekkel, stb. De én azt gondolom, hogy tök jó lenne már róluk végre leszállni. Tehát hogy ez a világ egyébként a maga módján tök jól teljesít. Tehát hogy ez egy tök koherens, relatíve nyugodt világnézet, nyilván a maga bűneivel, de hát melyik társadalmi közegnek, vagy melyik társadalmi csoportnak nincsenek meg a maguk bűnei. Ráadásul azt gondolom, hogy ezek a bűnök a legtöbb esetben nagyon is, hogy mondjam, megint csak ásítani valóan emlékeztetnek egymásra, tehát nem nagyon gondolom, hogy a brooklyni zsidók bűnei annyira eltérnének mondjuk a Bibliaövezetben megbújó amerikaiak bűneitől, vagy éppen a feketék bűneitől. Nyilván van egy csomó ilyen etnikális jellegzetesség, de hogy alapvetően azért ugyanarról beszélünk, mégis mindig ők vannak kipécézve, mégis mindig a fehér középosztálybeli amerikai a bűnös. Nem a fekete, nem a zsidó, nem az indián, nem a meleg, nem a nem tudom mi. Én ezt a zsánert már borzasztóan unom. Nem azt mondom, hogy helyezzük át a hangsúlyokat, félértés ne essék, csak a zsáner számomra már rémisztően unalmas. A kertváros Amerikájával kapcsolatban a tényleges és helytálló és rendkívül magas színvonalon kivitelezett kritikát, azt az én szememben a Sam Mendesnek a filmjei hordozzák, mondjuk az Amerikai szépség, ami kifejezetten ezt a témát dolgozza fel, és szerintem nagyon helyesen és jól. De ott van például a Truman Show? Nem a Truman Show, az nem Sam Mendes film. Nem, de azt mondom, hogy például ott van a Truman Show, ami igen, számomra értem, ennek a zsánernek az egyik. De azt szerintem meg nem erről szól. Erről is szól. Tehát ezt a közeget használja ami... megint csak a Truman Show arra, hogy ábrázoljon valamit, ami végletesen hamis, egysíkú és a valóság elleplezésére szolgál. Nekem a Truman Show-nál vált egyébként a dolog egy picit gyanúsá, és aztán vált egyre gyanúsabb, egyébként nálam a Ken Parknál borult meg az egész. Annál a filmnél, ami megint csak nem akart mondani mást, mint azt, hogy a mélyben megbújó bűnök. És ehhez a díszlet mindig az amerikai kertváros. Szóval a Szabadság útjai az egyik ilyen film, amiről érdemes beszélni, hogyha az amerikai kertvárosnak ezt a sötét oldalát keressük. Ugye ez az a film, amiben Leonardo DiCaprio és Kate Winslet újra együtt játszik, miután a Titanicban elsüllyedtek. Mégis megúszta. Ez az a végig film. Tudtam, nagyon reménykedtem. Na, az a film arról szól, hogy nem jutnak el Európából Amerikába. Ez a film, a Szabadság útjai meg arról szól, hogy nem jutnak el Amerikából Európába. Úgyhogy ez a páros az Atlanti óceánt már kétszer nem tudta átszelni, most harmadszor talán már nem is lesz értelme megismételni. Az érdekes, hogy a Sam Mendesnek a filmjei azok a helyes végén fogják meg a kertváros Amerikáját. Hogy mi a tényleges probléma a kertváros Amerikájával, akár a Szabadság útjai, akár az Amerikai szépség, mind a kettő azt mutatja meg, hogy a kertváros Amerikájának, vagy hát az amerikai álomnak a révületében élő emberek egy hamis létállapotban vannak. Egy meghamisított létállapotban hazug életelveket vallanak, és a tragédiájuknak az oka ez. Na most ehhez képest ez a Suburbicon című film. De ez a tétel, ezt miért fogadjuk el ezt a tételt valóságnak? Tehát, hogy miért gondoljuk azt, hogy a kertváros Amerikája hazugabb közeg, mondjuk a brooklyni zsidók közegénél, vagy a harlemi négerekénél, vagy feketékénél. Nézed meg a filmeket, nézed meg ezt a két filmet mondjuk, és akkor ez a két film, ez egy statement emellett. Hogy az értem, hogy ez egy statement emellett, és ez egy állítás, és szerintem érvényes állítás, és szerintem helytálló állítás. A lényeg az, hogy ez a film, a Suburbicon, most erről lehet vitatkozni, csak akkor más filmekről beszélünk. A Suburbicon szerint nem ez a probléma a kertváros Amerikájával. Nem a hazug létállapot a probléma a kertváros Amerikájával, hanem az a probléma, hogy a kertváros Amerikája rasszista, utálja a feketéket, ebből fakadóan nincs szíve, gonosz velejéig, és valójában semmiféle szolidaritásra nem képes. Aktuális filmek, premierek Guzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 90.9 Jazzin.
Suburbicon című filmről beszélgetünk, és egyelőre a kertvárosok Amerikájáról, arról a hazugságról, ahol az amerikai álmot mindenki elbábozza minden nap. Szó volt arról az előbb, hogy az amerikai álmot meg sem lehet élni, de rögtön megélheted, amikor rémálomba fordul, tehát teszem azt a bűnvilágába süllyedsz, és abban a kontrasztban, amikor kiemelnek téged az álomból, amelybe beleszülettél, akkor onnan hátrébb lépve rögtön látod a különbséget, hogy értem, ez volt ez az álom, milyen jól aludtam benne. A másik lehetőség arra, hogy átéld az amerikai álmot, amikor mondjuk 30 évig élsz Európában, Kelet-Európában, akárhol, és kivándorolsz az USA-ba, és szépen önként belealszol ebbe az álomba, akkor te érzékeled ezt az álmot, de a gyerekeid egy bevándorlónak a gyerekei lesznek, a mondjuk 8 megkülönböztethető társadalmi lépcső közül a legalsó. Csak magadnak nyered meg a különbséget. Csak te fogsz kapni egy érettségivel és egy pénztáros állással 3 autót és 4 fürdőszobát. A gyereked nem fog elkülönbözni úgy a társaitól, mint ahogy te elszáguldottál a hazádból, és megkaptad cserébe érte az életminőséget. Én azért érzem nagyon fontosnak, amit mondtál, illetve hogy behoztad a kivándorlás kérdését is, mert hogy az amerikai kertváros folyamatos ostorozása közben azért azt elfelejtjük, vagy az amerikai kertváros világának folyamatos ostorozása közben, hogy azért tulajdonképpen mindenki ide vágyik. Ez olyan, mint a folyamatosan haldokló nyugat, ahol ugye dudvarévőleg verik a négereket, de azért a kelet-európai blokkból mégis mindenki ide emigrált, és nem ide próbált rohanni mindenki az Egyesült Államokból. Tehát azért az amerikai kertváros szerintem azért szorul bírálatra, és nem azért, mert hamisabb lenne a többinél, hanem azért szorul bírálatra, mert azért mégiscsak az elérhető világok legjobbika. Azért tulajdonképpen az átlagpolgárok javarésze, nyilván a Robit és az Oszit meg engem kívül meg a hallgatókat, de azért az átlagpolgár javarésze tökéletesen megelégedne azzal a léttel, amit az amerikai kertváros nyújt. A biztonsággal, a békével, igen, a biztonsággal, a békével, a kiszámítható élettel, a relatív gazdagsággal, a két autóval, a közeli plázával, a viszonylag jó iskolákkal. És azzal a hazugsággal, hogy úgy nem mész ki az utcára, hogyha monoklíg vagy verve, hanem napszemüveget veszel. Igen, úgy, hogy a férjed most erőszakolt meg, úgy nem mész ki az utcára, ha nincs rajta gyöngysor, vagy nincs a kezedben biblia. Meg tudod, az az álom arról az amerikai kertvárosról, ahol nincsenek kerítések, hanem a kertek egymásba érnek, mert nincs kitől védeni a kertet, meg a házat. Hiszen nem laknak ott feketék. Hiszen egymás között vagyunk. Egymás között vagyunk. Most ez a nem laknak ott feketék, ez ilyen kifejezetten George Clooney is világmagyarázat. Persze, most provokálni próbáljuk. Igen, tehát, hogy arról van szó, hogy egymás között vagyunk. Mi mind az amerikai álom részesei vagyunk, mi nekünk nincs mit ellopni egymástól, mert mi mind azon a jóléti nívón állunk, ahol már nincs mit egymás szájából kinéznünk. De ez egy díszlet, Robi, tegyük hozzá, hogy amikor végigmész egy ilyen kertvárosi utcán, akkor nem látod a kerítéseket, de a backyard fogalma, a hátsó kerté, az ott van, és a hátsó kertek a legtöbb ilyen helyen el vannak kerítéssel választva egymástól. Tehát ugye az házaknak az eleje, és itt most nem arra gondolok, hogy mondjuk valakik egy ilyen kondominiumban laknak, tudod, sorompós, őrzés, és bemész, és illetéktelenek, akik nem ott laknak, azonosítás nélkül be sem mennek, ott aztán tényleg nincsenek kerítések. De az egyébként a köz számára bárhogy megközelíthető, külön nem védett kertvárosi zónában elől nincs kerítés, olyan jól néz ki, ahogy mész az úton, de a ház oldalának a közepétől mindenki épít hátulra egy kerítést, hogy a hátsó szomszéddal, illetve az oldalsokkal hátul, ahol már a medence van, ahol a fűnyírót tartom és el lehetne lopni, ahol be lehet osonni a grillezésre és levenni két kolbászt a rácsról, az már el van kerítve. Uh-huh. De hátul, tehát eldugjuk a színfalak mögé, pontosan úgy, ahogy a problémáinkat is adott. Na igen, az egész amerikai kertvárossal tulajdonképpen ez a tényleges probléma, és a Sam Mendes mindig efelől közelít, és azért nagyon fájdalmas ez a Suburbicon című film, mert ez meghirdette azt, hogy na itt most megmutatjuk a kertváros igazi problémáit, na itt most alávilágítunk a kertvárosnak, és sikerült teljesen mellé világítani. A tényleges probléma az ez, hogy az egész egy díszlet, hogy az egész egy homlokzat, hogy valójában ez Amerika kirakata. Amerika ezt kínálja az egész világnak, ennek a kényelmét, ennek a biztonságát, ennek az ideális státuszát, hogy valójában
mit állít a kertváros? Hogy itt Amerikában nem kell életmód kompromisszumot kötnöd. Azért nem értek egyet, Robi, azzal, hogy nem foglalkozik a film ezzel a hazug képmutatással, mert egyrészt egy házban egy családi és bűnügyi dráma zajlik, amely háznak a falain kívül erről senki nem tud semmit, pedig tömegek vannak 10 méterre. Másrészt zajlik egy ilyen etnikai dráma, amelyről akinek éppen nem dolga oda menni tüntetni, az nem vesz tudomást, sőt maga a támadott család is úgy viszonyul hozzá, hogy nem veszek tudomást, bár az mondjuk az ő harcmodoruk mondjuk. De akkor ezek szerint az amerikai kertváros valóban csak díszlet, nem pedig egy társadalmi probléma. Legalábbis én ezt gondolom, hogy akkor valaminek a díszlete, az elhallgatott bűneink díszlete, nem pedig a valós társadalmi gond, mert hogyha végesszük ezeket a klasszikus filmes zsánereket, akkor ugye mit tapasztalunk, mondjuk a brooklyni zsidó családok között, vagy történetét elmesélő filmek mindig a neurózisról szólnak. Arról, hogy valaki az értelmiségivé válás során miféle ilyen belső lélektani feszültségeknek lesz kitéve, miért jár pszichoterápiára, hogyan éli meg a saját sorsát, halálát, a szüleivel való viszonyát, a házasságait és a többi. Hogyha mondjuk amerikai latinokról vagy feketékről szóló filmeket nézünk, akkor az mindig az amerikaivá válás, a bűnözéstől való megszabadulás, vagy az újbóli bűnbeesés, a fehér középosztállyal való felemás és ilyen aláfölé rendeltségi viszonyról, vagy annak a felmondásáról szólnak ezek a filmek. Míg az amerikai kisváros ugye mindig az elhallgatott bűnökről, az ilyen nagyon súlyos elhallgatott bűnökről, tehát ugye ott mindig óriási a kontraszt. De akkor máshogy közelítem meg, Nyári, hogyha azt szeretném, hogy én szeretnék egy hogyan keveredjek más osztályokkal filmet csinálni, akkor feketékről csinálom meg a filmet. Hogyha az elhallgatott bűnökről szeretnék filmet csinálni, akkor egy kertvárosba oltom be. Tehát, hogy megkeresem a helyszínt a mondani valóhoz. Ezért kerül ide, hiába unod. De hogy ez nekem pont ez a problémám, hogy akkor mindig, hogyha elhallgatott bűnös filmeket, bűnökről szóló filmet akarok csinálni, akkor a kertvároshoz nyúlok, hogyha pedig a neurózisról akarok forgatni, akkor a brooklyni zsidó közegbe helyezem el a filmet. Nyilvánvalóan értjük, hogy Brooklynban is rengetegen folytják el a bűneiket. Woody Allennek egyébként vannak ilyen típusú filmjei, Brooklynban játszódnak, elfolytásról szólnak. Woody Allen megengedheti, hogy zsáneren kívül rendezzen filmet. A kertvárosban meg sokkal inkább az elfolytásról szóló filmek zajlanak, hiszen Brooklynban az ott élő zsidók mellé nagyon-nagyon jól passzol a freudizmus, a kertvárosban élő keresztények mellé meg nagyon-nagyon jól passzol az elfolytás. És valahol Amerika elfolytó szerve a kertváros, és valahol Amerika megértő és feldolgozó szerve az meg a metropolis. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem véletlen, Amerikát egy ilyen kollektív szervezetként is tudjuk érteni és értelmezni, és ilyen módon igen, a bűnök elfolytása, a képmutatás az sokkal inkább zajlik a kertvárosban, mint a metropoliszban. Van egy eleve felépített, a te fejedben már létrejött image arról, hogy milyen a kertváros. Hogyha olyan történetet akarok elmesélni, ahol kellenek az arcok, akik elől elrejted a titkaidat, akkor oda fogom tenni, mint ahogy a biztosító társaság logójába teszek egy oroszlánt, mert akkor azt majd külön nem kell elmagyaráznom, hogy amúgy az oroszlán az ilyen erős, meg bátor, tudod? Hogy ezek a díszletei ennek a színdarabnak. Én nem tudom, én ebben érzek egy ilyen bűntudatagitációt, tehát hogy ez arról szól, hogy bezzegők is, bezzegők sem. Hogy az elérhető világok legjobbikában is fertelmes bűnök felett ülnek az ott élők, csak ez nagyon ritkán kerül a felszínre, mert ez a társadalmi réteg épp elég erős és hatalmas, és épp elég erős érdekérvényesítő ahhoz, hogy ezeket a bűnöket elfolytsa, vagy ne engedje felszínre törni. Félretés ne essék, nem gondolom, hogy ez a világ jobb lenne bármelyik másik világnál, pont ez a bajom, hogy azt gondolom, hogy ez a világ nem jobb, de a többi sem jobb ennél. És én mondom, tehát én már unom ennek a dolognak, vagy ennek a helyzetnek a közhelyességét, és igazából a Suburbicon sem tesz más, mint hogy újra ebbe a környezetbe helyezi ezt a filmet. De hagyjuk már ezt az értelmiségi fintorgást, hogy bármi valamiről szól, akkor Nyári unatkozik. Könyörgöm, hogy most szól róla? Az egész műsor egy értelmiségi fintorgás. A te részedről, ja. Hogy szól róla? Érvényes módon szól róla, érvényes dolgokat állít róla, vagy érvénytelen dolgokat állít róla, vagy merő politikai propaganda céljaira használja fel. Itt
film, ahol egy amerikai kisvárossal kezdünk, ahol nyilvánvalóan elhallgatott bűnök lesznek. Én ezt borzalmasan unom. Ez olyan, mint amikor nincsen bajom azzal, hogyha egy érvényes... Meghallom azt a bizonyos zenét, és feltűnik a gazdagréti lakóterep, akkor fogod tudni, hogy pont hogy miről lesz szó, de milyen problémákkal kell szembenéznünk, és mi lesz a feloldás a filmben ábrázolt helyzetnek. Engem ez baromira zavar. De engem meg az zavar, hogyha nem azt nézzük, hogy mit mond el a film, hanem azt nézzük, hogy már megint miről szól. Én azt gondolom, hogy a Kertvárosból érvényes módon lehet az elfojtásról, meg az elhallgatott bűnökről beszélni, attól függ, hogy melyek azok az elhallgatott bűnök, és attól függ, hogy azokkal az elhallgatott bűnökkel ránk akarnak-e varni egy csomagban egy politikai ideológiát, vagy nem. Tehát ide mindig az a kérdés, hogy itt most az elhallgatott bűnökkel akarunk szembenézni azért, hogy megtisztuljunk, és azért, hogy megértsünk valamit, és feldolgozzunk valamit, vagy egyszerűen csak bűntudatot akarunk kelteni, és ehhez a bűntudathoz jó erősen hozzá akarjuk kapcsolni egy csomagban azt a politikai ideológiát, amit itt és most Hillary Clinton és az amerikai demokrata párt át akar ügyni az agyatokon. Akkor jelentsük ki, hogy az amerikai kertváros, mint díszlet felhasználása igenis egy rizikós dolog, ebben szerintem egyetérthetünk, és hogyha már ehhez az eszközhöz nyúlt, George Clooney, akkor azt is kijelenthetjük, hogy nem tudta megugrani ezt az akadályt. A jó, a rossz és a nézhetetlen 8-asra áll az IMDb-n. Nem szabad lemaradni róla. Alapvetően háromféle film van. Van az olyan, amire nem veszel popcornt. Mert tudod, hogy úgyse lenne pofád megenni. Mert akkor a film dráma, meg annyira megrázó, meg annyira húsba vágó. Meg ilyen kegyeleti dolgokkal átitatott. De nem arról van szó, hogy attól félsz, hogy megzavarnád másnak az élményét a popcorn rágásával, hanem azzal, hogy a magadét zavarnád meg. Tehát, hogy arról van szó, hogy nem tudnád kellő módon élvezni a filmet a saját rágcsálásodtól. Na most van a másik például... fajta film, van a másik fajta film, amelyiknél megveszed a popcornt, de bizonyos szituációkban, akkor, amikor mondjuk tömegesen gyilkolnak le embereket, ilyen messzes gödrökbe lövöldöznek bele embereket, akkor egy kicsit félreteszed a popcorn. Na ilyen volt nekem a Heydrich agyát. Bevittem, de egyszer csak letettem egy időre. Akkor ebből következik, hogy a harmadik típusú film az, amit végigzabálunk. A harmadik típusú film az, ahol bűntudat nélkül viszed be a popcornt, és zabálod végig a popcorn. Nem. A harmadik típusú film az az, amire beülsz popcorn nélkül, rájössz, hogy ó, hova jöttem, és kimész. Bocsánat, és kimész popcornért kétszer. Szerintem ez a 3+1, mert a harmadik típus az, ami ahova az ember mondjuk 2-3 liter popcornnal ül be, amit nagyjából a trailer akarat elfogyaszt, legalábbis én mindig így csinálom, ráadásul mondjuk nagyon súlyos evészavarokkal küzdök. Oda se értek a trailerekre, igen, nagyon fontos érv, hogy a moziban lehet kapni popcornt. Szerintem én harmadennyi filmet látnék, hogyha a mozikból ez a szokás eltűnne. Szóval, hogy ez egy nagyon fontos érv, és a kérdés most már csak az, hogy a Suburbicon az melyik csoportba tartozik. Hát én szerintem ez az a film, amire bátran vegyétek meg a popcornt, végig tudjátok zabálni, és amikor elfogy, nyugodtan menjetek ki a popcornért, legfeljebb lemaradtok valamiről, ami úgyis meg fog ismétlődni a következő 15 percben, amikor újra tele lehet a pofátok. Leginkább arról maradhattok le, hogy történik valami újabb bűn, amit ezzel párhuzamosan a filmben a nagyon normális fekete családot ért újabb gyalázat fejel meg. Bármelyik pillanatban mentek ki a filmről, és bármelyik pillanatban értek vissza, éppen erre a jelenetre fogtok visszaérkezni. Én bevittem magammal a popcornt, és megmondom őszintén, hogy volt egy pillanat, amikor le kellett tegyem, mert jól laktam, hogy ez történt. Tehát nincsen az az érzésed a film során egyszer sem, hogy ha most itt kinyitnák azt a negyedik falat, és rád látnának a szereplők, akkor szégyelned kellene magadat, hogy popcornt eszel. Tehát van az a fajta mit film. Mit kapok ezért azoktól, van az akik a fajta nem értenek film, egyet? Ami, van az a fajta film, ami, de most ne féljél egy 4.8-as filmnél, hogy úristen, mit fogsz kapni ezek után. Van az a fajta film. Na akkor most egy földön fekvő, sérült gyereket rugdosunk össze, hogyha ez egy 4.8-as film, akkor lehet, hogy nem is illene szaporítani egy olyan földön fekvő gyereket rugdosunk most össze, amelyet Hillary Clinton és társai éppen megkoszorúznak. Várjál. Tehát, hogy azért, attól még, hogy földön fekvő gyerek, még nagyon nagy politikai súlya van, és nagyon már... nagy hatalma és véleményformáló ereje van. Most már tudjátok, miért kell megnézni a filmet? Nem? Hogy értsük ezeket a szóképeket. Szóval, hogy arról van szó, hogy amikor
nézel egy filmet, és nálad van a popcorn, akkor mindig mérlegre kerül a popcorn és a film. A mérleg egyik serpenyőjébe belekerül a film, a másikba a popcorn, és lássuk, hogy a mérleg nyelve mit mutat. Na most ez az a film, amivel szemben a popcorn fajsúlyos. Nyugodtan fogyasszátok, mert jobban fogtok lakni vele, mint a filmmel. Nincs egy olyan érzésed a filmmel kapcsolatban, hogy miután nem a Cohen standardet kapod, ezért egy olyasmi történés van, mintha B-középnek levetítenének egy vers mindenkineket a két fél idő között, és mérgesek lennének. Tehát ugye tömegek mennek el, mert egy éppen jól felfogható, szórakoztató, szatirikus műfaja jellemző, és közben kap valami mellékes, egy ilyen, tudod, társadalmi póthasznot próbál realizálni azon, hogy ott az a sok ember, ott a mainstream néző eljött a moziba, és rátolja a politikai agitációt, ami miatt a néző, amikor kimegy a moziból, akkor mérges. Csak az a fájdalmas, ez a 4-8. Az a fájdalmas, hogy a George Clooney most már második évtizede gyártja le újra, meg újra, meg újra ugyanazokat a politikai sztétmenteket. Itt már az Amerika ellenes tevékenységet vizsgáló bizottságtól elkezdve a kertváros rasszizmusáig már megkaptuk az összes rasszizmussal, meg idegen gyűlölettel, meg intoleranciával kapcsolatos sztereotípiát, és politikai leckét, és történelmi leckét, és tudod, az a fájdalmas, hogy a George Clooney 20 évvel kellene ezelőtt... még egy nosztalgikus vallomás a hippi korszak szépségéről, illetve egy film, ami elítéli a vietnámi háborút. Igen. Így lenne teljes a kép. Igen, na most arról van szó, hogy a George Clooney elkezdett nekünk mesélni egy történetet 20 évvel ezelőtt. És mi a történet mesélés 15. másodpercében már értettük, hogy mit akar nekünk George mondani. Köszönjük, értettük. És azóta eltelt 2 évtized, és George még mindig a sztori mesélésben van. És még mindig ugyanezt magyarázza, köszönjük, értettük. Köszönjük, átjött. Tehát most már esetleg George Clooney megpróbálhatna valami ténylegeset mondani a világról, valami olyasmit, ami nem Hillary Clintonnak az irattartójából hullott ki éppen. Premierek Guzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 90.9 Jazzin. Spoiler alert! Ezen a ponton túl az jöjjön velünk, aki már megnézte a filmet. A következő bejátszásban a cselekmény részleteiből derülhetnek ki fordulatok. A Suburbicon című film, ugye címe, utal a kertvárosra eleve, és annyira hálás vagyok ezért, hogy időnként megnevezzük ezeket a jelenségeket, mint ahogy a Négyzet című részben svéd filmben elhangzik, hogy ne legyél már annyira svéd. Úgy azt hiszem Jay valamelyik Kevin Smith alkotásban, talán a Shop-Stop második részében egy ilyen enyhén homoszexuális aktusra való felhívásra, amire nemet kap, annyit mond, hogy ugyan ne legyél már ennyire kertvárosi. Ugye a heterónak nem fér bele egy kis homokos szex, akkor az kertvárosi. rögtön megvan a megfejtés. Nem véletlenül játszódik itt ez a film. Miről is van szó George Clooney rendezése, és Robi, ezt szerintem úgy jöttél ki a moziban, hogy ezt nem is voltál vele tisztában, hogy Cohen fivérek által írt forgatókönyv, csak így kijöttél és mondtad, hogy hát kaptunk egy Clooney rendezést, egy kicsit Cohen fivérek filmet és még valamit. Ja. Mert valójában ma annyira átüt, én tényleg nem tudtam, hogy Cohen fivérek írták, de mennyire nem csodálkozom rajta. Tehát, hogy az, amikor az amerikai kisember úgy gondolja, hogy átgondolja, tudod, a tökéletes bűntényt, de egyedül mégsem tudja végrehajtani, hanem megbíz vele tényleges nehéz fiúkat a tényleges amerikai alvilágból. Ez már tudja, hogy Cohen fivérek. Tehát itt már a fejedet ráteheted, hogy Cohen fivérek. Hogy valódi bűnözőket bízol meg a saját kis stílű bűncselekményednek, azért amit elterveztél. Hát igen, de a Fargo tökéletesen ráhúzható erre az állításra. Fargo analógiája. Aha. Na igen, egyébként végtelenül kistílű, még hogyha gyalázatos is, végtelenül kistílű és végtelenül alávaló az egész. Tudod, ezek a bűnök, amiket itt el kell folytani, ezek a bűnök nagyon jellemzik ezeket az embereket. Azt hiszem, hogy minden embert nagyon jellemeznek a bűnei. Milyen bűnökbe esel bele? Ezek a kertvárosi emberek, ezek a végtelenül alacsony metafizikai státuszba zsugorodott emberek, ezeknek a bűnei is ilyen végtelenül alávalóak.
hogy igazából az álmaik is, meg a bűncselekményeik is olyanok, kicsit, mint az ilyen gonosz gyerekeknek. Valahogy nem tudnak igazán a saját maguk számára meghatározott keretekből igazán kitörni, pedig valójában ki akarnak törni. Mivel, de mi ez az álom? Mivel az elfolytás alapvető élmény ebben a közegben, most picit szemben megyek azzal, amit korábban képviseltem, szóval miután az elfolytás alapvető élménye ennek a közegnek, ezért az történik itt is, mint általában az ilyen indulatszülte bűncselekmények esetében, ez egyébként egy ilyen kriminalisztikai közhely, hogy a rajta kapott betörő a kisebb súlyú bűncselekményét, tehát a betörést egy jóval nagyobb súlyú bűncselekménnyel, mondjuk az otthon talált mama meggyilkolásával próbálja leplezni. És itt is valójában erről van szó, itt is el van folytva egy probléma, egy család problémája az, hogy a papa már nem szereti a mamát, és ez a bűn olyan hatalmas önmagában, és ez annyira mélyen van elfolytva, hogy ez csak egy gyilkossággal lehet feloldani. Na igen, szóval, hogy arról van szó, hogy van egy olyan jellegű probléma, amit a Metropolisban egy szimpla vállással oldanának meg, de a kertvárosban ezt már gyilkossággal oldják meg. Pedig olyan rendkívül egyszerűen lenne elválni. Hogy oldanák meg a Harlemben játszódó filmben, és hogy oldanák meg a Brooklynban játszódó filmben? A Harlemben játszódó filmben a szükségtelenné vált nőt kiállítanák a sarokra strihelni. És ez oldaná meg a problémát. Előtte lenne egy hosszú üvöltözés, illetve a szeretői kapcsolat nyílt felvállalása. Mindenki rejtegetné a fehérbőrű szeretőjét a harlemiek között. Igen, a Brooklyn történetben mindenki elmenne pszichiáterhez. Igen. Brooklynban meg elmennének pszichiáterhez, de ugyanakkor meg rendesen elválnának, szétköltöznének, közben persze mennének ezek az örjöngő balhék, de azért hát a dolog valamennyire sok, át lenne dolgozva. A házsoron lakó sok német nevű közül minden százból kilépne az a kettő, aki valójában nem zsidóként menekült Amerikába, hanem náci tiszt volt. Most a kertvárosban pedig ugyanezt egy gyilkossággal fogjuk meg feloldani, de egy olyan gyilkossággal, amiben rettenetes körülmények között vagyunk, mindannyian túlszulejtve, és amelyben véletlenül rosszul sikerül a rablás, és ezért valamelyikünk véletlenül, nem győzzük hangsúlyozni, véletlenül, hát meghal. És gyászolunk. Tehát ez egy olyan gyilkosság, tehát hogy itt a kertvárosban olyan gyilkosságot követünk el, ahol a gyilkosságot követően minket egy rettenetes trauma ér, és mindenki együtt érez velünk, és mindenki gyászol, és mindenki mellettünk áll érzelmileg, és így a vállunkra teszi a kezét, miközben hát mi követtük el a gyilkosságot. De azért azt a rendező nem mulasztja érzékeltetni, hogy mindenki hamiskodva érez együtt, és hogy hamiskodva kondolál, de hát az amerikai kertvárosi közeghez ugye ez is hozzátartozik. Említsünk meg, ez tartozik hozzá. Mielőtt mélyen gázolnánk a cselekményben zombig, vagy ki meddig, említsük meg, hogy amikor a moziból kijöttünk néhány napja, akkor ez a film szégyenletes 4,7 pont számon állt az IMDb-n. Jelen pillanatban 4,8-en áll, tehát megérkeztek a Coen fanatikusok, akik vagy azok az értelmiségiek, akik értették a filmet veletek ellentétben, és igyekszenek megmenteni a mundérbecsületét. Azért a 4,8 az ugyanolyan kínos. A 9.0-ig ugyanilyen egy tizedeken keresztül vezet az út, hogyha nem becsülöd a kicsit, a nagyot nem érdemel. Az, amit eddig elmondtunk erről a filmről, az alapján ez egy jó filmnek tűnhet. Adva van egy kertvárosi család, én nem színni jöttem. Én színi jöttem. Adva van egy kertvárosi család, ahol az elfolytás következtében történik egy borzalmas bűncselekmény, és mindenki menekülni próbál a helyzetből, és egyre nagyobb és nagyobb bűnöket követnek el azért, hogy a kisebb bűneiket valahogy leplezzék. Alakóan fivérek. Akkor mégis mi a baj ezzel a filmmel? Hát az a baj, hogy ez nem elégszik meg azzal, hogy ez egy Coen film. Ha megelégedne azzal, hogy ez egy Coen film, és ez egy Coen fivéreknek a keze alól kikerült zsánerfilm lenne, egy olyan igazi fekete komédia, tényleg mint egy a Fargo. Tényleg egy groteszk film, vagy egy fekete bűnügyi komédia. Igen, egy kertvárosi szatíra. Egy nyári Fargo, vagy tavaszi Fargo. Nem mondjuk horvát Fargo, vagy puzsér Fargo. Szóval, hogyha ez a film, ez megelégedne azzal, hogy a Coen fivér írták, és úgy gondolta volna George Clooney, hogy a Coen fivérek elegendőek ahhoz, hogy írjanak egy jó történetet nekem, amit ahhez én elegendő vagyok, hogy megrendezzem, és a közönség elegendő, hogy megnézze, nekünk itt most nem is lenne semmi problémánk. A probléma az, hogy a George Clooney úgy gondolta, hogy ez a Coen
forgatókönyv, ez nem cél, hanem eszköz. Ez egy nagyon jó lehetőség az én számomra, George Clooney számára, hogy elmondjak valami fontosat az amerikaiaknak arról, hogy hogyan kell együtt élni. Tolerálni kell egymást, fehérek békességben éljenek együtt a feketékkel, és erre a jó példát a fekete kisfiú és a fehér kisfiú barátság, a baseball barátsága képezi. Íme itt van. Így is lehet. Feketék és fehérek. George Clooney bácsi megmutatja, hogy a kisgyerekeknek a barátságán keresztül vezet az út az integrációhoz. A feketék és fehérek békés és boldog együttéléséhez. Aktuális filmek, premierek Guzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 90.9 Jazzin. Spoiler alert! Ezen a ponton túl az jöjjön velünk, aki már megnézte a filmet. A következő bejátszásban a cselekmény részleteiből derülhetnek ki fordulatok. Ki képviseli a normalitást egyes egyedül ebben a történetben, de tényleg egyes egyedül viszont vegy tisztán, az a fekete család, akik a városban nekem költöznek. A gyerek. Nem, az az igazság, hogy a két kisgyerek. A fekete kisgyerek. És a fehér kisgyerek. Hát azért azt ne felejtsük el, hogy az a fekete asszony és a fekete férje is elképesztő türelemmel, hihetetlen kitartással, álhatatossággal, némán tűri a saját megaláztatását. Ez már túlmegy minden határon. Tehát megkaptuk a leckét a Martin Luther King tiszteletesnek az életéből és sorsából. Értjük, hogy hogyan kell élni, úgy kell működni, minthogyha egy normális országban élnénk, és akkor az ország majd egy nap normális lesz. És ez a fekete család, ez így próbál élni. De itt, ebben a filmben ez már átlépi a komolyan vehetőség határát. Tehát, hogy itt ez már olyan mértékűvé válik az álhatatosságuk és a türelmük, itt már gyakorlatilag azt érezzük, én a filmnek a derekán már azt éreztem, hogy ez már nem egy reális döntés. Ez már nem egy észszerű vagy életszerű döntés, hogy egy olyan házba költözöl, egy olyan környékre, ahol mindenki gyűlöl téged, az autódat fölgyújtják, a kerítést építenek a házad végébe, onnan gyakorlatilag ostrom alatt van a házad, és akkor eközben te próbálsz úgy csinálni, mintha normális életet teregetsz élnél, teregetsz, meg egy kis vaníliás cukrot raksz a sütelénybe. Arról van szó, hogy ezt már nem nyaljuk be. Tehát azt érezzük, hogy ez már nem a normális és reális viselkedés, hanem azt érezzük, hogy itt most ebben a helyzetben innen elköltözni, erről a környékről elköltözni, felmondani ezt az ingatlant, felmondani ezt az álmot, hogy én feketeként a fehérek között fogok a kertvárosban élni, ez az egyetlen reális döntés, és hogy egyáltalán nem megfutamodás, vagy egyáltalán nem egy gyávaság, hanem egyszerűen csak tudomásul vétele a körülményeknek, meg annak, hogy milyen országban, meg milyen környéken élek, és hogy hova költöztem. És valójában a nagy probléma az, hogy a George Clooney itt és most ezzel a filmmel az elemi észszerűséget támadja. És azt állítja, hogy mindazok, akik az elemi észszerűség jegyében olyan környéken akarnak élni, ahol őket ember számba veszik, azok valójában gyávák, és nem harcolják meg azt a harcot, amit a mi hőseink, ez a fekete család, és King tiszteletes megvívtak. De most a legfontosabb és a történetmesélési a legnagyobb hibája az az, és ez persze egy, ahogy az imént mondtam, spoiler veszély, de muszáj elmondanunk, az a kérdés, hogy ugye milyen módon függ össze az átlagos fehér középosztálybeli kertvárosi család története a fekete család történetével. És a válasz az, hogy semmilyen formában. Nincs a kettő között kapcsolat. Két film fut már egymás mellett párhuzamosan. Az nem, évtized a kapcsolat van egy a kettő között, az évtized, hogy 50-es években vagyunk. Van egy didaktikus kapcsolat az elvek mentén, hogy itt az értékek és az erkölcs mentén. Ugye, itt van kétféle bűn. Az egyik bűn a rasszizmus, a másik bűn az pedig a feleséged meggyilkolása. És ugye, itt van kétfajta súlyos büntetés, az egyik, ami érted jön, a biztosítási nyomozó és a rendőrség képében, a másik, ami érted jön, annak az Amerikának a képében, amely élhetetlen és lakhatatlan. És a nagyon súlyos probléma, hogy ez a két erkölcsi maxima, ez össze lett csomagolva itt nekünk ebben a filmben. Tehát egybe lett csomagolva a rasszizmus és a gyilkosság, és a rasszizmusból kivezető út a humánum, és a gyilkosságból kivezető út a transzparens megvallás szintén egybe lett kapcsolva. Nekem ez továbbra is ilyen történetmesélési lobotómia, mint ahogy hát át lenne vágva tényleg a kapcsolat, a
a történet alkotó egyes féltekék között, vagy a mesét alkotó egy féltekék között. Mert, mondok neked valamit, mert ez a groteszkbe jól illeszkedik, mégpedig azzal, hogy, hogy abszurd Dan ábrázolja az ignoranciát. Tehát, hogy a film sem vesz tudomást arról, hogy egy fajüldözés történik a szomszédban, hiszen a történet nem erről szól. Így oda teszi, és végig zavar téged, hogy de hát akkor azzal a szállal mi van, minek kellett ez az egész bele. Igen, ez egy Coen film. És azért, mert az egész 50-es évtizedben minek kellett ez a hatalmas méreteket öltő rasszizmus, és hányan leélték az egyébként akár bünténnyel, akár családi drámával, akár szerelemmel teli életüket úgy, hogy 10 méterre mondjuk ez zajlott. Tehát körülbelül egy ilyen installációnak tudom fogadni csak benne. Ez egy Coen film, és az ember azt gondolná, hogy a didaktikán kívül, vagy az agitáción kívül van, az ilyen filmeknek van valamiféle ilyen, hogy mondjam, szórakoztató funkciójuk is. Mondjuk valamilyen módon összekapcsolni a feketék körül zajló drámát a fehér családban zajló drámával. Valamilyen módon folyjanak bele a szülők, a gyerek, vagy akkor ők folyjanak át valahogy a feketékhez, kérjenek segítséget, bújtassanak el náluk. A film az összes lehetséges ilyen megoldást. Nagyon kevés szállal van összefércelve ez a két történet. Hogy mondjam, ilyen elszánással kerüli, és gyakorlatilag kapunk két filmet, aminek ráadásul egyetlen ponton mégiscsak összekapcsolódik a két történet ott, hogy minél súlyosabb bűnöket követnek el a fehér családban, annál intenzívebben támadják a fekete családot a kertvárosban. Aha. Tehát, hogy ha még csak egy ember hal meg, akkor még csak kerítést vannak a házuk köré, de ha már több ember hal meg, akkor már felgyújtják az autójukat, és már szemetet öntenek be nap, mint nap a kertjükbe. Azt látjuk, hogy az előző nemzedék fehérei és feketéi gyűlölik egy mást, vagyis a fehérek gyűlölik a feketéket, a feketék meg rettegnek a fehérektől, de ők a King tiszteletestől tanult magatartáshoz tartják magukat. Ugyanakkor a gyermekeik már jó barátok, már baseball barátság szövődik köztük, tehát a fekete kisgyerek és a fehér kisgyerek, ugye a mi nemzedékünk, vagy hát a szüleinké. Jó, hívjuk így, hogy a szüleinké, már kitermeltek Sidney Poitier-éket, ugye? Tehát ott már ember számba vették a feketéket. Tehát a szüleink nemzedéke, mondjuk az amerikai társadalomban már képes volt az együttélésre. És mit állít ez a film, hogy ennek mi az útja? Az a fajta álhatatos kitartás, amit a fekete család abban, akik kertvárosban. Mást is állít. Ahogyan ők viselkednek. Na jó, de ez miféle erkölcsi maxima? Hogy élj egy ostromlott házban, és ott Van egy másik, állítás is. Robi, egyrészt egy másik állítás, hogy ezzel a világgal csak akkor tudunk szakítani, ha a mi saját előző generációnktól teljesen elvágjuk magunkat, és elfelejtjük. Másrészt pedig annak is emléket állít a film, hogy bizony ez nem így volt, hogy amikor már nagyon a széléig eltoltuk ezt, hogy ellenállok azért, hogy én ide költözhessek feketeként, és már nagyon súlyos a helyzet, akkor inkább fogom magam és elköltözök, mert egyszerűen ez az egyetlen racionális következő lépés, hanem nem lépték meg ezt rengetegen, és őket ott agyonverték és meglincselték. A jó, a rossz és a nézhetetlen hármasra áll az IMDb-n. Csak tudnám, miért kell minden sikeres brandről még egy bőrtre húzni. Spoiler alert! Ezen a ponton túl az jöjjön velünk, aki már megnézte a filmet. A következő bejátszásban a cselekmény részleteiből derülhetnek ki fordulatok. Suburbicon című George Clooney filmről beszélünk, ami amellett, hogy erős társadalom kritikával él az amerikai kertváros irányában, amellett egy nagyon kemény politikai agitációt folytat. Az jó ízlés határain messze túlmenően. Matt Damon játsza a főhőst, az ő feleségét pedig Rose-t, illetve Margaret-et, mert itt a feleséget és a sógornőt ugyanaz a Julianne Moore játsza. Rose és Margaret személyisége hát nagyon különböző. Bár ugyanaz a színésznő játsza őket, ők ugye egypetélyű ikrek a történet szerint, de az egyikük az nagyon elütt az ott élőktől. Ugye ő Rose. Ő a család jó szelleme. Ő az, aki a fekete kisfiúval küldi baseballozni a saját fehér kisfiát, annak ellenére, hogy a kisgyerek nem akar a fekete gyerekkel baseballozni. Na menj csak szépen! De az ő különbözőségének is van egy nagyon jól látható és nyilvánvaló jele. Hiszen megrokkant. De hát már mielőtt megrokkant, már azelőtt ő jó volt. Tehát, hogy valójában itt ebben a történetben vannak a jók, hogyan mérjük a jót? A jóságot? Hogyan mérjük a jót? Mi a lakmuszpapírja a jónak? Megvizsgáljuk, hogy hogy áll a fekete emberhez. Ha játszani küldi a gyerekét a fekete emberrel,
akkor az ember jó, jó ember, tehát ő lesz az áldozatunk a filmben. Ha pedig azt mondja, hogy miért kellett ide költözni, leviszik ezek a feketék az ingatlan árakat. Akkor pedig nyilvánvalóan rossz ember, hisz a lakmuszpapír visszajelzi a rossz embert, és nyilvánvalóan ő a gyilkos lesz ebben a filmben. És milyen érdekes, hogy ezek egybeesnek. Tehát, hogy valójában mennyivel sokkal egyszerűbben lehetne nyomozni. Hogyha mondjuk a rendőrség is tudná ezt, hogy mindig a rasszisták követik el a gyilkosságot, és az áldozatok azok meg mindig antirasszisták, elég lenne egyszerűen csak megvizsgálni, mennyire rasszista az illető. Talán éppen elég lenne a bőrszínét ezzel az a probléma Amerikában, hogy akkor nem lehetnél rendőr. Tehát tudod, hiszen erős a rasszizmus mondjuk a rendőrök körében. Na, hát szóval vajon miért tartunk itt? Hogyha a rasszizmusa hogy... miatt, akkor felmondhatna a rendőrség háromnegyede. Szeretjük a rózt, hiszen a róz az a feketékkel szolidáris és együttérző, tehát róz kiszolgáltatott és áldozat. Gyűlöljük Elizabeth-et, és gyűlöljük a Gardnert is, a Rose-nak a özvegyét, hiszen ők gyűlölik a feketéket, vagy legalábbis teljesen ignorálják a feketéket, és ebből fakadóan, értelemszerűen ennél sokkal nagyobb bűnökre is, már hogyha egyáltalán léteznek ennél nagyobb bűnök, aki hazudik, az lop is. Képesek és hajlandóak. És lám, meggyilkolja egyik a testvérét, másik a feleségét, ami aztán bonyodalmakhoz vezet, amely bonyodalmakon kedvünk lenne röhögni, hiszen egy Cohen filmben is... Bonyodalmakhoz vezet a gyilkos, hogy az... Igen. Persze, hogy bonyodalmakhoz vezet, hiszen ők nem gyilkosok. Itt jön be a film számomra a legsúlyosabb problémája, ami még súlyosabb annál a történetmesélési hibánál is, amiről az imént beszéltünk, vagyis azzal, hogy a folyamatosan bűnbeeső keresztény középosztálybeli amerikai fehér család és versus büntelen fekete amerikaiak, mégpedig a kisfiú. Ebben a filmben, ennek a filmnek a tulajdonképpeni főhőse egyébként nem a két, tehát nem a Julianne Moore és nem az őt alakító, ez a férjét alakító Matt Damon, hanem a kisfiúknak sajnos nem jut eszembe a kisfiút alakító színésznek a neve, aki egyébként semmi más nem tesz ebben a filmben, mint hogy elszenvedi az őtért elképesztő és nyilvánvalóan az egész életét tönkretevő helyrehozatlan traumákat. Hogy meghal az anyja, hogy kiderül az apjáról, hogy árul és gyilkos, hogy az egész világa összeomlik körülötte. És a George Clooney szerintem mint művész, vagy mint rendező, vagy mint a történetet kézben tartó és a történet helyes vezetésért felelős alkotó, ott követte a legnagyobb hibát, hogy nem vette észre, hogy ennek a filmnek, ez a film, amit ugye szatirának szánt, van egy igazi áldozata, ez a kisfiú. És emellett a kisfiú mellett ez a film szerintem tulajdonképpen nem áll ki. Az ő története úgy megtörténik ebben a filmben, hogy van egy elképesztően tönkretett, sorsú, megalázott, véletekig traumatizált és semmilyen módon segítséget nem kapó gyerek, és ez úgy megtörténik, és úgy nem érdekel senkit. És nem azt mondom, nem értek vele egyet, hogy ő a legnagyobb áldozat, és azzal sem, hogy nem kap segítséget. Egyértelműen ő a legnagyobb áldozat, sőt, rajta keresztül mondódik ki az, amit te is elmondtál az imént, hogy teljesen meg kell szabadulnunk az identitásunktól, ergo meg kell ölnünk a saját szüleinket ahhoz, hogy el tudjunk kezdeni barátkozni a fekete fiúval. De ez mennyire durva, hogyha az identitásunktól kell megszabadulni, akkor végül is azt mondja ki a film, hogy el kell jutnunk a reptérre meg a plázába, elszakadni az összes hagyománytól azért, hogy béke legyen. Nem? Igen, ez lehet egy állítás, csak én azt mondom, hogy ennek a kisfiúnak a drámája egy dráma. Tehát ez nem egy szatíra. Én nem azt mondom, hogy a filmnek kellene szolidárisnak lennie a kisfiúval, hanem a filmnek önmagával kellene szolidárisnak lennie, és észrevennie, hogy egyébként a szatírán túl zajlik egy brutális dráma, aminek viszont nincs kivezetése, nincs feloldása, nincs elmagyarázva, hogy ennek a drámának mi a... De elmondom, hogy mi a feloldása. A politikai üzenet. Szavaz Hillary Clintonra, és akkor megoldódnak a problémák. Lehet, hogy még egy darabig meg fogják ölni egymást a szüleik, mert még Donald Trumpnak a szelleme még itt kísért egy jó darabig ebben az országban. De ha Hillary Clintonra szavazol, akkor nem lesz rasszizmus. Abból az fog következni, hogy ezeknek a gyilkos gaz embereknek, ezeknek a gátlástalansága és a vakmerősége, azt talán reméljük valamelyest alább hagy. A politikai üzenet akarja ezeket összefésülni. De valójában arról van szó, hogy kaptunk egy filmszatírát, amin kedvünk lenne röhögni, mert tele van vicces gyilkosságokkal.
de kaptunk egy filmdrámát, ennek a kisrácnak, ennek a kisgyereknek a drámáját, amit a Coenek a maguk ízlését követve sosem írtak volna bele ebbe a történetbe. Ehhez már, beszélünk. Ehhez már George Clooney kellett. Kaptunk egy kisgyereket, akinek a drámája miatt meg nem tudunk jó ízűen nevetni a vicces gyilkosságokon. Csak hogy a vicces gyilkosságok miatt meg nem tudunk igazán elmélyülni a kisrác drámájában, és nem, tehát a film egy el nem követett és megúszott vicces szatíra, egy el nem követett és megúszott kőkemény filmdráma, és a két megúszás tényleges nyertese és haszonélvezője az az a politikai pamflet, ami az egész fölött átível, mint egy kupola, és amely értelmet próbál adni a gyilkosságnak, a rasszizmusnak, mint egy irányba fésülve, egyetlen egy politikai ideológia irányába fésülve, amelynek a végén ott ül Hillary Clinton, mint a megmentő, mint aki ezeket a problémákat orvosolni fogja, hiszen valójában ezek mind kulturális problémák, és közös kulturális gyökérből fakadnak. Aktuális filmek, premierek Guzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 90.9 Jazzin. Spoiler alert! Ezen a ponton túl az jöjjön velünk, aki már megnézte a filmet. A következő bejátszásban a cselekmény részleteiből derülhetnek ki fordulatok. A Suburbicon című filmről beszélünk. Nekem az a legsúlyosabb problémám ezzel a filmmel, hogy nem a történetből indul ki. Egy jó esetben egy film úgy készül, hogy a rendezőnek vagy a forgatókönyvírónak van egy fontos története, amit el akar mondani a nézőknek. És a történetből indul ki a munka. Na most itt pedig nem ez történt, ugye? Értjük, hogy a George Clooney-nak nem volt sztoria, de volt egy nagyon erős, fontos politikai statementje, amit el akart nekünk mondani. Azt, hogy a rasszizmus rossz, az, hogy az integráció jó. És de nem volt története, mert igazából ezen kívül nincs sok mondani valója a George Clooney-nak. Ezért fölfogadta a Coen fivéreket, hogy írjanak egy jó kis Coen-es történetet, amit ő majd bele fog ágyazni a saját tolerancia operájába. Nem tudom, hogy ez történetileg így történt. De ez történt. Az élmény, amit a Robi átél most, és én ezt felfogtam, az az, hogy az aktuális tolerancia kampány, hilleriskedés és PC-skedés az belefosott egy Coen filmbe. De nem, arról van szó, hogyha neki van egy saját története, amit el akar mondani George Clooney-nak, amit tényleg érez, hogy fontos, és itt és most el kell mondani Amerikának, akkor mondja el. Csak hogy Clooney-nak nincs ilyen története, mert ha lenne, akkor nem kéne fölbérelni a Coen fivéreket. Neki nincs ilyen története, felbéreli hát a Coen fivéreket, hogy írjanak egy olyan jó kis vicces Coen-es fekete komédiát az amerikai kertvárosba, és ő hozzávar egy fekete családot, egy fekete ellenes pogromot, hozzávar egy kisgyereket, aki véletlenül kiszúrja, hogy a szülei hazudoznak. Nem tudjuk, hogy ez a valóságban így történt-e, mert a legjobb tudomásom szerint ez a forgatókönyv már évtizedek óta létezik, és hogy ehhez mennyit tett hozzá Clooney vagy sem, ezt valójában nem tudjuk. De tennénk rá egy 5000-es, hogy a feketék benne se voltak. Egy valami biztos, hogy a Coen fivérek azok nem írtak olyat, hogy a hátsó kertben a fekete kisgyerek meg a fehér kisgyerek egymással bézbolozik. Ez egészen biztos. Hát illetve, ők nyilván nem estek volna abba a hibába, hogy a történet megmarad ilyen narratíva fragmentumok mentén, tehát így nem kapcsolódnak össze az egyes elemek az egyes elemekkel, illetve hogy a három egymás mellett párhuzamosan futó történet, a feketék drámája, a kisfiú drámája, illetve a családi dráma külön-külön mindegy ilyen egységú agitációvá zűlik. Ugyanilyen fontos, egyébként erről még nem beszéltünk, a családi dráma a Clooney féle megközelítésben nem más, mint egy ilyen kriminalisztikai közhely, vagy egy ilyen kétfelekkes beszámoló a Zsaru magazinból. Ott lehet naponta olvasni, vagy hetente egy alkalommal olvasni ilyeneket, hogy a hogyan határozta a család fő, hogy eltakarítja az útból a megunt és egyébként hasznavehetetlen feleségét, hogyan szövetkezett a sógornővel és a többi. Tehát, hogy ez egy nagyon banális, nagyon hétköznapi, bármilyen közegben elhelyezhető dráma. Ez volt a másik gondom, hogy visszakanyarodva még a beszélgetésünk elejére, hogy én ebben nem éreztem a kertvárosias jelleget. Persze úgy abban a megközelítésben, hogy általában a kertvárosi filmek beszélnek a bűnök eltagadásáról,
úgy persze igen, de egyébként ez a dráma, ez nem illeszkedik be, illetve pont annyira illeszkedik be ebbe a közegbe, mint a világon bármilyen más közegbe, ahol egy férj el akarja takarítani az útból a megunt feleségét. Igen, csak itt tudod, hogy mi az egésznek az értelme, mert hogy ez itt értelmezve van. Először csak a feketéket gyűlölöd. Aztán már a szomszédba került feketéket így lenézed, megveted, inzultálod, zaklatod, el akarod üldözni a környékről, és egy nap megölöd a feleséged. Igen, értem, hogy az az állítás, hogy abban a közegben, ahol a másik ember semmiből vétele, vagy nem embernek hazudása előfordulhat, vagyis ott, ahol a feketék lenéz, vagy a fehérek lenézhetik a feketéket, ott az emberi életnek nincs valós értéke, hiszen akkor ott a feleség is megölhető annak az elvnek a mentén, aminek mentén gyűlölik ezek a fehér emberek egyébként a fekete polgártársaikat. Csak hogy jól tudjuk, hogy ez nem így van. Tehát pontosan tudjuk, hogy Reinhard Heydrich attól még nagyszerű családapa lehetett, hogy naponta ezrével ölte a zsidókat. Az ember ennél sajnos bonyolultabb. Itt létezhetnek egymás mellett párhuzamos igazságok, párhuzamos valóságok. Lehet valaki tényleg tisztes, rossz ízlésű átlagpolgár, iskolába járó, jól nevelt gyerekekkel, miközben végrehajtja az endőzungot. Tehát ezt csak azért mondom, mert hogy ez az állítás sem érzem valóságosnak, vagy igazinak, vagy illetve nem ez a probléma valódi forrása, nem a rasszizmusból következnek a bűnök. A rasszizmus is egy bűn a bűnök sorában. 1986-os az eredeti forgatókönyv, és az került elő, gondolom, kb. Két éve a fiókból, hogy akkor csináljunk belőle filmet. Úgy is volt, hogy George Clooney játszani is fog benne. Egyébként én úgy is éreztem, hogy játszik benne, mert a biztosítási nyomozó, az nem ő. De az ő. De ő közben ő. Tehát, hogy belerendeztem, ott látszik a keze munkája, és az a film szenzációs jó jelenetről van szó. Van még tündöklő jó jelenet, akár a film legelején az a termékcsomagolás illusztráció stílusú bevezető animáció, amely rögtön megpróbálja neked eladni Suburbicont, hogy szodoszopa kb. Igen, hogy költöz ide, fantasztikus környék, itt aztán minden rendben van. Igen, ott az volt az érzésünk, hogy egy sokkal jobb állapotban lévő és sokkal vonzóbb gazdálkodj okosan életet akarnak nekik. Uh-huh. És gyakorlatilag azokkal az ikonokkal is, tudod, egy ilyen IKEA katalógusban jártál, egy ilyen tökéletes élet. Sokkal jobb példa a gazdálkodj okosan, mert mesekönyv illusztrációszerű, vagy ugye 50-es évek termékcsomagolási, nem fotót nyomtak rá, hanem rajzoltak valamit. A haverod, ugye, akit nem tartasz művésznek. A 20-as években... Akit Jim Morrison elküld a francba. Amikor hozza a telefont, hogy beszélhetsz Istennel. Igen. Andy Warhol. Nekem van több évfolyamnyi Tolnai világlapjám a 20-as, 30-as évekből, és gyerekkoromban rengeteget lapozgattam, és ott volt valóban ez a szokás, mondjuk ez még nem ez inkább a 20-as és 30-as évek, mert pedig az 50-es évek Amerikája, hogy ugye a reklámokat javarészt rajzokkal oldották meg, még nem fotókkal. És persze voltak fotós reklámok is, de azok az igazán drága, vagy ez ilyen komolyabb termékeket hirdető cégek használtak fotós hirdetéseket, és ezek közül a kedvencem az volt, ami egy nőt ábrázolt, ez egy rajz volt, hogy ez a nő itt 45 éves. És hogy a valamilyen, nem tudom, arckrémet, ki gondolná, hogy ez a nő itt 45 éves, és ha nem tudom, milyen arckrémet, már nem emlékszem a termék nevére, arckrémet használja, és ennek hatására néz úgy ki, mint egy 25 éves. És ez egy rajz volt. Ha már ilyen képekről beszélgetünk, az egész filmről nekem az a benyomásom, mintha egy Martin Luther King fali poszterre rákapcsolnánk a villanyt, behoznánk a diavetítőt, és végigpörgetnénk egy Tom és Jerryt rajta. Tehát, hogy valahol dereng ott a háttérben valami fekete figura, de nem ezért jöttünk, csak hát nincs fehér falfelület ebben a panel lakásban, sorry. Nem, arról van szó, hogy George Clooney nem tudja szórakoztatóan elmagyarázni nekünk a rohadt unalmas mondókáját. Ezért felfogadta a Coen fivéreket, hogy szórakoztassanak minket, miközben ő elmondja nekünk a rohadt unalmas didaktikus mondókáját arról, hogy a rasszizmus rossz. Értem? Igen, csak arról, hogy a azt hiszem, hogy ezen túl vagyunk. Sosem leszünk. Persze abban az értelemben nem, nyilván, hogy még most is nagyon sok színesbőrű amerikai szegregálnak, és akkor én kötelező elmondani egy csomó egyéb dolgot is, amit most nem fogok elmondani, de hogy attól még azt gondolom, hogy az állítás abban az értelemben átment, amennyire a George Clooney ezt még mindig el akarja nekünk mondani. A legnagyobb bajom valójában ezzel van, hogy a szemünket felnyitni már nem kell.
Ez nem így működik, csak ők úgy gondolják, hogy ez így működik, hogy még súlykoljuk, akkor majd megértik. Hogy ez már nem a mennyiségi súlykolás mértékével lesz megértve, hanem ez már tényleg csak egyszerűen nincs türelmük hagyni, hogy a rossz vér lefolyjon, és hogy egyszerűen a kollektív szellem megújuljon. És tudod, mi a legsúlyosabb probléma? Hogy nem hisznek igazán az elemi erkölcsben, ezért ezt mindig lefordítják nekünk erre az ilyen lerontott, ócska PC erkölcsre. Tudod? Tehát, hogy ők mindig a PC-t adják át, mindig a nyelv síkján szankcionálják a beszédet, sosem a jelentés síkján, sosem az embert akarják megváltoztatni amilyen, hanem mindig az ember viselkedését és működését akarják megváltoztatni. Tehát tudod, mindig az a problémám velük, hogy azt érzem, hogy az 1984-et hajtják végre újra, de úgy, hogy most mellé jár egy csomag zappehely. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 90.9 Jazzin. Spoiler alert! Ezen a ponton túl az jöjjön velünk, aki már megnézte a filmet. A következő bejátszásban a cselekmény részleteiből derülhetnek ki fordulatok. A Suburbicon című filmről beszélünk. Én úgy éreztem a filmnek egy pontján, hogy nem szájbarágos, mondjuk a harmadánál. És ott én ott ezt úgy éltem meg, hogy ez egy erénye a filmnek, ugyanakkor vajon fogják-e érteni, még annak ellenére, hogy ugye ott jártunk a filmben, hogy még én sem tudtam, mit kell majd ebből esetleg érteni. Ez a végén inkább hátrányára fordult a filmnek, mert azt gondolom, hogy akkor lehetett volna szájbarágos, vagy hagyjon nyitva bizonyos kérdéseket, de akkor olyan szinten, hogy még ő maga is lépjen el tőle, és akkor azt ne akarja ebbe beletuszkolni. Azoknak mindenképpen ajánlanám a filmet, akik mondjuk valami 50-es évek design pornóra vágynak. Tehát akik élvezik hogy a Stranger Things-ben mondjuk olyan 80-as évek közepi konyhabútorokat lát, meg autókat lát, makulát állapotban, amelyek már az enyészetté vagy a proli nappali életté váltak. Túl makulátlan állapotban. Igen. Annak ugyanezt az 50-es évekből az ilyen egybefalambériákkal és képkeretekkel és fali szőnyegekkel és egyéb tárgyakkal, meg háztartási eszközökkel és gyönyörű autókkal. Meg, igen, fémlemezből gyártott gyerekjátékokkal. Ezeket megkapja, és ez vonatkozik a film elejé animációra is, meg a bevezető jelenetekre, ahol ugye elvisznek erre az új környékre, vagy új telepre, ami tudod, városok szélén szokott kialakulni, ahol 12 évig nem látsz egy fát, ami mellnél tovább érne. Egy ilyen pusztába kiköltöznek a családok, és utána ott leélik azt a minta életet, mintha egyébként a 100 éves gesztenye soron lennének. Én nekem az a fájdalmas, hogy ez a Gardner azon kívül, hogy megöli a saját feleségét szövetségben alsógornőjével, ezután a saját gyerekét azt katonai iskolába akarja lepasszolni, ami könyörgöm megint mit állít, hogy ez a romlott kertvárosi emberfajta, azon kívül, hogy a feketéket utálja, azon kívül, hogy a fölöslegessé vált rokkant feleségét meggyilkolja, azon kívül a saját vérét, a saját gyerekét se szereti, a saját gyerekét is lepasszolja, a még nagyobb amerikai álom, az arubai álom reményében. Ugye megint miről van szó? Arról, hogy nem merünk a gonosznak egyetlen egy azonosulható, egyetlen egy emberi vonást sem kölcsönözni, mert még a végén Hollywoodban félreértik. Mert még a végén Hillary Clinton, amikor megnézi a filmet, azt fogja gondolni, hogy én is republikánus vagyok, pedig én George Clooney vagyok, hát én vagyok a legkevésbé republikánus, ezt ne lehessen félreérteni. Tehát ott tartunk, hogy amikor az európai filmben, már a Bukás című filmben, már Hitlernek is merünk emberi vonásokat adni, már megmerjük mutatni, hogy szerette a kutyáját, hogy udvarias volt a titkárnőjével, az amerikai kisvárosban élő Gardner, akit a Matt Damon játszik, még mindig démonikusabb. Tehát már ott tartunk, hogy az amerikai kisváros gyilkosát démonikusabbnak ábrázoljuk pusztán, mert rasszista, mint az amúgy hát egy fokkal rasszistább Adolf Hitler. Ez a vonás, ez jobban hozzátartozik szervesen a fő cselekmény szálhoz, és el tudom hinni, hogy ez a Coen műnek a része, ellenben ugye a rasszizmus vonallal, amely lehet, hogy a Coen mű része, csak máshol is írták róla az interneten, hogy annyira leesik róla, mintha utol
utólag tuszkolták volna hozzá a 86-os. Tényleg azt gondoljuk, hogy 1986-ban a QMV-vérek beleírták a fekete kisgyereket, meg a fehér kisgyereket. Simán lehet. De akkor is ki van zárva. Igen, de akkor is azt gondolom, legalábbis ezt megerőlegezzük a QMV-véreknek, hogy a Coen történeteknek igenis az a lényegük, hogy a jól kivitelezett bűncselekmény, vagy a fordulatos esemény legnagyobb fordulatát a pontosan az emberi vonások adják, illetve az emberi viselkedés kiszámíthatatlansága adja. Mindegyik az emberi minőségtelenséget járja körbe. Csak egyik se akarja ilyen direkt módon és ilyen pofátlanul szavazatokra váltani a demokrata párt számára. Tehát az emberi minőségtelenségnek a szemléje az mindig egy rohadt kemény társadalomkritika Amerikával szemben minden Coen filmben. Csak hogy ebből egyetlen egy Coen film sem próbál, főleg nem ilyen ízléstelen módon politikai hasznot facsarni. Nyilván nem lehet remélni George Clooney-tól, hogy fel fogja rúgni a még a 20-as években lefektetett hollywoodi történetmesélési zsánereket, tehát hogy a gonosznak ugye el kell buknia, a gonosz csak is gonosz lehet, és nem tud más lenni. Azért számtalan, szinte minden Hollywood filmben tetten érhető azért egy csomó olyan forgatókönyvírói fordulat, ami nem tud más lenni, pontosan a hollywoodi zsánerből és a hollywoodi forgatókönyvírói iskolák módszereiből fakadóan. Egyébként én életem egyik legfurább hollywoodi zsánerrel szembe menő filmélményét egy bollywoodi filmnek köszönhetem, ami arról szólt, egy klasszikus, a Robi által legjobban megvetett ilyen szerelmi komédia volt, ilyen fordulatos szerelmi komédia. Repülőn nézted? Az indiai filmhéten az Örök mozgóban 20 évvel ezelőtt körülbelül. Akkor nincs mentség. Igen, nincs semmiféle mentség. A lényeg az, hogy 3 órás volt a film, és az első másfél óra egy klasszikus amerikai, illetve egy klasszikus bollywoodi romantikus komédia ötvezete volt, arról szólt, hogy a két szerelmes, a szegény fiú és a gazdag lány, tehát a más kazba tartozó gazdag lány és az alacsonyabb kazba tartozó fiú, hogyan találnak lassan egymásra, közben énekelnek, közben táncolnak, és az összes ilyenkor szokásos zsáner megtörténik, ám a film másfeledik órájára a fiú megszerezte a lányt, és a film 3 órás volt összesen. És a következő másfél órában arról szólt, hogy az ő házasságuk menthetetlenül rossz. Csodálatos volt a film, hogy ezt a második részt, ezt egyetlen hollywoodi romkom esetében sem készítik el. Arról szólt, hogy a két eltérő kaszthoz tartozó fiatal sorsa csak nagyon kevés ponton tud valójában összekapcsolódni, a fiú nem tud mit kezdeni annak a családnak a gazdagságával, a sikerességével, az általuk elvált életmóddal, míg a feleség egyre kellemetlenebbnek érzi a fokozatosan alkoholistává váló szegény parasztfiú közelségét. És a második felében, a film második felében is táncolnak meg, énekelnek? Bocsak. Ott már nem, mert ott már semmi keresni valója nincsen. Mert ott dekonstruálják a hazugságot, amit az első másfél órában felépítettek. Az, hogy nem emlékszem már a film címére, egész Bollywoodot és egész Hollywoodot dekonstruálja ez a film. Egy olyan gesztus teszt, amit egyébként én nagyon kevés hollywoodi filmnél éreztem eddig, sőt, tulajdonképpen még egynél sem. Suburbicon, ezt nézzétek, vagy ne nézzétek. Robi szerint? Hú, hogy ez hányos film a 10-es skálán, én a 4-esnél nem adnék többet erre. Kemény. Én a tényleg nagyon eltalált dizájn miatt 4,5-öt adnék rá. Aha. Én jól szórakoztam, és undort éreztem, és néha gyönyörködtem, és közben zavart ez, hogy egy másik képre rávetített képet nézek, és ezért nehéz értelmeznem, mint amikor ilyen kamerával felvett filmet nézel. Tudod, csak itt valami más volt, ami elterelt. Nem tudom, ha pontoznék, akkor azért olyan 6 körül járnék, de nem teszem. Ennek ellenére végig lehet szenvedni a filmet, és akkor megértitek, hogy mi ez az értetlenség bennünk. Miért láttunk két filmet, amikor egyet szerettünk? Vicces a pontozás föl nem vállalása, úgyhogy tulajdonképpen pontozol. Zseniális terv. Igen, itt most már csak az a kérdés, hogy te 6-os osztál, vagy a 6-os oszizott. Két micsoda, egy rossz indulatú szemét emberrel ülök egy stúdióban bezárva. A 6-os legközelebb is elhozzuk, aztán majd meglátjuk, hogy lesz-e szó Oscarról. Köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok. Sziasztok. A kézműves street food hétlövetőben szezonális helyi alapanyagokból főzünk hétről hétre. A jó, a rossz és a nézhetetlen. Minden szombaton délután 5 és 7 óra között a 90.9 Jazzy.